Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Mindent vitt a tolvaj, egy pár gumicsizma ellopását tagadta csak a sorozatbetörő. Nem maradt fedél a fejük fölött, leégett egy családi ház hidason. Újabb bálázógép gyulladt ki Dombóváron, aratás idején több a tűzeset. Szívférgesség, egyre több kutyát veszélyeztet a gyilkos parazita. A Tornatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Több mint 4 év börtönre ítélt a bíróság egy férfit, aki részegen ment be egy szekszárdi könyvtárba, hogy internetezzen, de elaludt a WC-n, és mire felébredt, már bezárták az ajtókat. Törni, zúzni kezdett, majd egy kis ablakot felfeszítve jutott ki. Nem ez volt az egyetlen különös bűncselekménye, több szekszárdi tanyába is betört, és rengeteg mindent magával vitt. Lisztet, cukrot, tányér és kanálkészletet is például. Egyszer pedig az utcán próbált kirabolni egy fiatal fiút. Felismerhető legyen, vagy ne ismerje föl senki magát. Nem mutathattuk az arcát, és a hangját is el kellett torzítanunk. Ezt kérte korábban a férfi, aki 11 erőszakos bűncselekmény miatt állt bíróság elé. A vád szerint rablásban és betörésekben is részt vett, nem volt válogatós, amit tudott, mindent magával vitt. 10 kiló cukrot. A cukron kívül lisztet, kanálkészleteket és mikrohullámú sütőt is lopott, főleg Szekszárd környéki tanyákból. Az előkészítő tárgyaláson, ha mindent beismert volna, viszonylag enyhe ítélet várt volna rá. Ám egy pár gumicsizmára azt mondta, azt nem ő lopta el. A bíróságnak ezért még több tárgyalást kellett tartania. Kiderült, hogy a férfi egyszer részegen ment be a szekszárdi könyvtárba. A mosdóban elaludt, és mire felébredt, rázárták az ajtót. Törni, zúzni kezdett, majd egy ablakot betörve jutott ki az épületből. A bíró ezért a rablás, a betörések és a lopások mellett még rongálásban is bűnösnek mondta ki. A bíróság a vádlottat rablás, kifosztás és lopás büntette miatt, valamint rongálás vétsége miatt 4 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélte, valamint 5 év tartamra eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A szó szerint bűnlajstrommal rendelkező vádlott viszont nem fogadta el az ítéletet, szerinte túl szigorú büntetést kapott. Az ügyész viszont éppen azt gondolja, hogy még tovább börtönbe kellene kerülnie, ezért az ügy tárgyalása legkorábban ősszel a másodfokú bíróság előtt folytatódik. Német hamisított rendszámmal bukott meg egy autós Dunaföldváron. A szabálytalan azonosító a rendőrjárőröknek tűnt fel. Igazoltatták is a sofőrt, aki nem tudta igazolni, hogy a kocsija Németországban regisztrálva lett. A 32 éves nő elismerte a bűnösségét, hamarosan egyedi azonosító jellel visszaélés miatt kell bíróság elé állnia. Gyermeket és állatot nem lehet tűzőnapon az autóban hagyni, mert néhány perc alatt 60 fokra tud forrósodni az autó, és ez akár halálhoz is vezethet. Ám hiába tűnik ez egyértelműnek, minden évben történnek tragédiák. Ebben az írországi parkolóban halt meg egy csecsemő a saját apja autójában 2 éve. A kocsi felforrósodott, a gyerek pedig hőgutát kapott, már nem tudtak rajta segíteni. Néhány nappal később Fóton is hasonló történt, akkor a járókelők ébersége mentette meg a baba életét, betörték az autó ablakait, így szabadították ki. A rendőrség szóvivője szerint nyáron akár már egy óra alatt is felforrósodhat annyira egy autó, hogy veszélyes lehet benne sokáig ülni. Ebből a tragédia, esetleg komoly baj következik be, az bűncselekményt követel. Alapesetben kiskorú veszélyeztetése ez a bűncselekmény, még akkor is, ha a gyerek nem sérül meg, csak a járókelők veszik észre, hogy egyedül várakozik az autóban. De ugyanígy tilos a házi kedvenceket is a kocsiban hagyni nyáron csak percekre is. Szintén felhívjuk a figyelmet arra, hogy kis állatot, kis kedvencet se hagyjunk a járműbe forróságban, főleg ne úgy, hogy az autót őrizetlenül hagyjuk, még akkor sem, hogyha lehúzott ablakoknál hagyjuk kedvenceinket, mert aki ilyet tesz, és az állatnak komolyabb baja esik, az állatkényszeres bűncselekményét követi el. Az autóban hagyott csecsemők és kutyák miatt tehát akár több év börtönbüntetés is kiszabható. 7 millió forintból fejlesztik Dalmandot. Egy színpadra és egy közösségszervező éves bérére pályáztak a Magyar Falu programon, ezeket meg is nyerték. Ezen a területen rendezik majd meg Dalmandon a falunapot augusztus közepén. A település sikeresen pályázott a Magyar Falu program kulturális és közösségfejlesztési részén, aminek köszönhetően egy mobil színpadra és egy közösségszervező fizetésére nyertek pénzt. 7 millió 600 ezer forintot kaptunk arra, hogy rendezvény a falunapi rendezvényekre, illetve a falu minden rendezvényére
és egy mobil színpadnak a használatára, illetve egy közösségszervező beállítására kaptuk ezt az összeget, ami azt jelenti, hogy számunkra nagyon fontos a közösség még jobb összetartozásának a megerősítése. A település polgármestere szerint a Magyar Falu Program segítségével fellendíthetőek a kulturális programok, mert a pénznek köszönhetően nagyobb rendezvényeket is meg tudnak szervezni. Komoly előnyei vannak, mert csak ilyen formában tudunk hozzájutni pályázati pénzekhez, támogatásokhoz, és tulajdonképpen olyan pályázatokat nyerünk, vagy olyan feladatokatra kérjük a támogatást, ami fontos egy település életében. Legyen az most ez a közösségszervező program, vagy legyen mondjuk orvosi eszközbeszerzés. A Magyar Falu Program céljai közé tartozik a lakhatás javítása, az elvándorlás megállítása, valamint munkahelyek teremtése is. A kormány 150 milliárd forintot biztosít a pályázatok megvalósítására. 66 millió forintot költ a szekszárdi önkormányzat a város temetőiben található két ravatalozó felújítására. A korszerűsítés részeként megújul egyebek mellett az újvárosi és az alsóvárosi ravatalozó épületek tetőszerkezete, új előtető épül a bejáratok elé, a külső ravatalozás Díszburkolt téren történik majd. Emellett a belső terek is megújulnak. Ezen kívül a Rákóczi utcai sírkertben mintegy 1 millió forintból az ország egyetlen harangöntőmestere készít új harangot. Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy családi ház és a hozzátartozó melléképület tetőszerkezete szerda délután a Baranya megyei Hidason. A tűz olyan nagy volt, hogy több településről hívtak tűzoltókat az eloltásához. Végül sikerült megfékezni a lángokat, ám a ház lakhatatlanná vált. Az ott lakók ismerősökhöz költöztek, a tűzben senki sem sérült meg. A tűzhöz nagy erőkkel vonultak a szekszárdi, a pécsi, illetve a bonyhádi hivatásos tűzoltók, de velük vonultak még a pécsi, illetve a vémendi és a mecseknárdasdi önkéntes tűzoltók is. Ők 8 vízsugárral és kéziszerszámok segítségével oltották el a tüzet. A lakóház a tűz miatt lakhatatlanná vált, ezért 2 személynek az elhelyezéséről lakosságvédelmi intézkedés keretében gondoskodtunk, ők ismerősöknél kerültek elhelyezésre. A nyári időszakban gyakran előfordul, hogy kigyulladnak a mezőgazdasági gépek, legutóbb Dombóváron történt ilyen. A katasztrófavédelem szakembere azt mondja, ezek a tűzesetek megelőzhetőek lennének néhány egyszerű szabály betartásával. Ugyanis gyakran az okozza a traktorok, bálázógépek leégését, hogy aratás közben rágyújt a gép vezetője, vagy éppen az, hogy nem tisztította meg az aratógépet az éghető anyagtól. Hatalmas fekete füsttel és lánggal égett egy traktor és egy bálázógép tavaly áprilisban Bátaszéken. A katasztrófa védelem felvételein jól látszik, hogy a gépek teljesen kiégtek. Ezek a képek pedig néhány napja készültek Dombóváron. Itt egy bálázógép gyulladt ki. A lángok átterjedtek a gép közelében fekvő tallóra, ami 1 hektáron égett, és 1 tucat bála is lángra kapott. A dombóvári tűzoltók 3 vízsugárral tudták eloltani a tüzet. Nyáron főként aratás idején különösen sok ilyen tűzesethez riasztják a lánglovagokat, pedig elővigyázatossága megelőzhetőek lennének ezek a tűzesetek. A legfontosabb szabály az, hogy ezeken a gépeken el kell helyezni egy kézi tűzoltó készüléket. Ez általában elegendő a kezdődő tüzeknek az eloltására. A munkavégzés megkezdése előtt és a munkaközi szünetekben és a munkavégzés befejezésekor is fontos meggyőződni arról, hogy éghető anyag nem rakódott le, mert ha igen, akkor ennek a tisztításáról azonnal gondoskodni kell. Ajánlatos munkaközi szünetben is biztonságos távolságra helyezni a gépet az éghető anyagtól. Ezzel könnyedén meg lehet előzni a tallótüzeket, miként további alapvető szabályok betartásával is, mondja Ackermann Zsuzsanna. Szigorúan tilos a vezetőfőkékben rágyújtani aratási munkák közben, hiszen egy eldobott cigarettacsik is nagyon komoly tallótüzet tud okozni. Az elmúlt esztendő betakarítási szezonjában országosan 203 mezőgazdasági tűz keletkezett, összesen csaknem 350 hektárnyi területen égett a talló, gabonatábla vagy éppen kazal. Valamint 39 kombány, 17 bálázógép, 8 traktor és 2 pótkocsi gyulladt ki. A szúnyoginvázió nem csak az emberre, hanem az állatokra is veszélyt jelent. A lepkeszúnyog például a csendes gyilkosként emlegetett szívférgességet terjeszti, ami a kutyákra jelent halálos veszélyt. Az állatorvosok azt mondják, 10 éve még egzotikus betegségként jegyezték a szívférget a tankönyvek, manapság pedig egyre több beteg kutyával találkoznak.
Tekereg a szívféreg a kutya szervén. Ezeket a felvételeket idén tavasszal készítette a szekszárdi kutyamenhely vezetője egyik védencük műtétjén. Azt mondja, míg 10-15 évvel ezelőtt ez a betegség ismeretlen volt számukra. Manapság a menhelyen élő kutyák jelentős részéről derül ki, hogy szívférges. 10-15 évvel ezelőtt ez gyakorlatilag ez a betegség még nem fordult elő, és a globális felmelegedéssel most már nem csak más országból behurcolt betegségek vannak, hanem az egész országot érinti nagyon komolyan, és nekünk is ez egy nagyon komoly dilema, mert egyre több kutyáról szerzünk tudomást, hogy vagy mikrofilária fertőzött, vagy pedig szívférges. Baltazárnál is diagnosztizálták a betegséget, el is kezdték a gyógyszeres kezelését, most tesztre érkezett a rendelőbe. Úgy tűnik, még nem sikerült kiűzni a szervezetéből a szívférget. Tolnai Kata állatorvos azt mondja, azért emlegetik csendes gyilkosként ezt a betegséget, mert sokáig semmilyen tünettel nem jár. Akkor már azért akkor nagyon nagy a baj. Sokszor, tehát tünetmentesen fejlődik hosszú évekig is akár. És amikor a tulajdonos észrevesz, hogy tünetek vannak, fáradékony a kutya, nehezebben mozog, leül, köhécsel, nedvesen köhög, az már a gyanút felkeltheti. Nyilván ezek a tünetek számtalan másik betegségre is utalnak, de ma már ilyenkor felmerül a szívférgességnek a gyanúja is. A betegséget a szúnyog terjeszti. Ha egy fertőzött kutyát megcsíp a vérszívó, akkor kiszívja a mikrofiláriákat, vagyis lárvákat, amik utána a szúnyogban fejlődnek tovább. Azokat adja tovább a következő csípéssel. A szívféreg akár 30 cm hosszúra is megnőhet, és 7-10 évig is élősködhet a kutya tüdejének, szívének nagyobb ereiben. Tolnai Kata azt mondja, a betegség nehezen kezelhető, és sokszor nem lehet megmenteni a kutya életét, ha már benne vannak a férgek. Ezért az évi egyszeri szűrés elvégzését és a vérszívók elleni védekezést ajánlja a gazdáknak. Többfajta módszer létezik, vagy cseppek, vagy tabletta, vagy pedig távoltartó szúnyogot, távoltartó készítmények, vagy pedig ezeknek a kombinációja. Tolnai Kata elmondása szerint 10 éve még egzotikus betegségként jegyezték a szívférget az állatorvosi tankönyvek, manapság pedig naponta találkoznak újabb és újabb esetekkel. A NÉBI által végzett kutatás is ezt támasztja alá, ami szerint az átlag hőmérséklet emelkedésével a fonalféreg okozta megbetegedések száma is egyre nő. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Népszerű a csok, nőtt az eladott ingatlanok száma a Balatonnál. Közművezetékcsere, új aszfaltburkolat, megújul a Mecsek oldal úthálózata. Vízes sportok, szabadtéri aktivitás, sportpartit tartottak Pécsen. Megnőtt az ingatlan vásárlási kedv Somogy megyében a kormány családvédelmi akciótervének köszönhetően. A fiatal házasok vagy csokot igénybevevők általában inkább azonnal beköltözhető használt lakásokat keresnek, többségében 20 millió forintos értékhatárig. Az ingatlan szakértők éppen ezért 10-20%-os áremelkedéssel számolnak az ilyen ingatlanok értékesítésére. Újépítésű társaság Siófokon, az Ezüstparton. A lakások minden igényt kielégítőek, de áruk is ennek megfelelő. 1-1,1 millió forint között mozog négyzetméterenként. Az ilyen lakásokra még mindig óriási a kereslet, de elsősorban nem a fiatal házasok körében népszerűek ezek az ingatlanok. Ahol állunk például, és a hasonló értékes, igényes vízparti házaknál, ingatlanoknál és lakásoknál nem jellemző az, hogy bármilyen támogatás felhasználásával vásárolnak, készpénzes vevők érkeznek még mindig ide, minimális esetben kisebb piaci hitelt vesznek igénybe. Ugyanakkor a Balatonparttól távolabb eső településeken már érezhető a családvédelmi akcióterv népszerűsége, hiszen egyre nagyobb a kereslet elsősorban a használt, de jó állapotú, azonnal beköltözhető ingatlanokra a fiatalok körében. Mivel a jelenlegi családtámogatási rendszerben már használt lakásokra is igénybe lehet venni a különböző kedvezményeket, támogatásokat, ezért a használt lakások, a használt házaknak a piaca is fellendült.
mivel említettem is, hogy általában lakhatót keresnek, tehát olyan igényük van, hogy hamar tudjanak költözni, ne kelljen sokat felújítani, habár most az egyik támogatásnak a feltétele az, hogy nagy százalékban felújításra fordítsák a pénzt, amit az államtól kapnak, de ezt tapasztaljuk. Az új építésű ingatlanokra még mindig a Balatonparton van a legnagyobb kereslet, mondja a szakértő. Az ingatlanpiac élénkülése ugyanakkor magával hozza az árak emelkedését is. A vidéki eladásra kínált családi házak esetében már most 10-20%-os drágulás tapasztalható. Csatornarendszert és ivóvízhálózatot újítanak fel a napokban a pécsi Angster utcában. A közművek rekonstrukciójára több okból is szükség van. Egyrészt a Mecsek oldali az egyik legrégebbi városrész, így a vezetékek is elidősödtek, másrészt pedig egy 1 milliárd forintos kormányzati forrásból teljesen megújulnak az utcák és a járdák. Hamarosan befejeződik a Mecsek oldal fő közlekedési útvonalának felújítása. Az Angster utcában már kicserélték a közművezetékeket, így már csak az új aszfaltburkolatra vár a szakasz. A korszerűsítések 1 milliárd forintos kormányzati támogatásból valósulnak meg. Ezt az összeget Pécs városa utak és járdák felújítására nyerte el. A rossz állapotú utak rekonstrukciója előtt azonban a közműhálózat is megújul. Hiszen sok esetben a városrésszel egyidős közművezetékek futnak az útjaink alatt. Itt most az Angster József utcában több mint 700 méternyi csatornavezeték és több mint másfél kilométernyi ivóvízvezeték került kicserélésre. A munkálatok az utolsó fázisban vannak, ezt követi az új aszfaltburkolat elhelyezése. Amint ez megtörténik, lezárul a Mecsek oldal legforgalmasabb útvonalának felújítása. Ez azonban csak az első lépése egy nagyszabású projektnek, melynek keretén belül az egész városrészt korszerűsítenék, tudtuk meg a terület önkormányzati képviselőjétől. Ezeken a szakaszokon, amelyeken a közművezetékek is elavultnak tekinthetők, ugye van ilyen a Mecsek oldalon is bőven, hiszen ez Pécs egyik legrégebbi városrésze, itt került a legrégebben kialakításra a belvároson kívül a közműhálózat, egészen az újabb városrészekig, ahol a forgalmasabb, nagyobb teherbírású útburkolat cseréje mindenképpen indokolt. A jelenlegi állapotok alapján úgy tűnik, ez a jövőben kormányzati támogatással megvalósítható, tette hozzá a képviselő. Tankokkal, harcászati eszközökkel és légibemutatóval is várták az érdeklődőket a Balatonnál az első ízben megrendezett hangárfesztiválon. Magyar, szovjet és német katonák elevenítették fel a történelmet. Az izgalmas bemutatókra több mint 10 000 voltak kíváncsiak. A II. Világháború egyik csata jelenetét elevenítették fel a hangárok mögötti területen. A hadi bemutatón többek között a tapolcai és a soproni hagyományőrző egyesületek tagjai vettek részt, akik szovjet, német és magyar katonaként mutatkoztak be a népes közönségnek. Az attrakciót sokan kísérték figyelemmel, még a hangárokra is felmásztak, hogy jobban láthassák az előadást. A bemutatón megismerhették az érdeklődők a harcászati gépjárműveket, többek között egy eredeti Tigrist is, de repülő manőverekkel is elkápráztatták a nézőket. Az előadást korábban már 7 hadi fesztiválon mutatták be. Mindig próbálunk valahogy a helyszínhez egy kicsit kapcsolódni. Ez a helyszín, hogy az Zala megyében vagyunk, a zalai olajmezőknek a védelme Nagy-Lengyel környékén. A balatoni csatát, meg ezeket a zalai csatákat, ezeket eléggé elfeledte a történelem, holott szerintem ugyanolyan nagy csaták voltak, mint akár az ardeneki kiütközet, akár talán a kurszki kiütközet nem, de vagy akár a budapesti kitörés. A balatoni csatáknak egy ilyen epizódját adjuk elő. A hangárfesztivált első alkalommal szervezték meg. A hadi bemutató mellett különböző kiegészítő rendezvényekkel, repüléssel, tankbemutatóval, katonai öltözékekkel és egyéb hadi programokkal várták az érdeklődőket. Ezek között soknak pozitív volt a visszhangja, elnyerte a nézők tetszését. Inkább a hadi fesztivál maga, majd itt a bemutató, meg ugye maga a tankok. A látogatók száma a várakozáson felüli volt, több mint 10 000 fő fordult meg a helyszínen. A szervezőket is meglepte a siker, bár eredetileg is a színesebb kínálat miatt több tényezőre helyezték a hangsúlyt. Elsősorban mindenképpen a családoknak a szórakoztatására, és arra a hagyományőrzésre, ami egy kicsit így eltűnt, de eléggé nemzetközire sikerült. A szervezést januárban kezdték el. A folytatáson már most gondolkoznak a szervezők, jövőre új attrakciókkal szeretnék színesíteni a programot.
Sportpartit tartott szerdán a Baranya megyei Szabadidő Sportszövetség. Ezúttal vízi és szabadtéren űzhető sportágakat próbálhattak ki az érdeklődők. A nagy sikerre tekintettel egyébként a megyei szövetség ismét megpályázza az ingyenes Hiszek benned fit egészséges nemzetért tártkapus programot. Vízi ügyességi feladatok, íjászat és labdás játékok is szerepeltek a Baranya megyei Szabadidő Sportszövetség sportpartiján. A résztvevők kipróbálhatták a mocsárjárót, az egyensúlyozó deszkát, a kígyókötelet, az alagutakat, a lépegetőt, sőt a fahengert is. A Szabadidő Sportszövetség keretében Julikával hetente kétszer asszonytornára járok, és most itt nyaral nálam az unokám, és akkor szerettünk volna eljönni ide. Neki is megmutassam, hogy a mama hol. A feladatok nagy népszerűségnek örventek mind a fiatalabb, mind pedig az idősebb korosztály körében. Íjászatot kell csinálni, kellett ilyen, nem is tudom, frisbee, van röplabda is. Nagymamámnak az edzőjén ott kellett lépegetni, alagutakon bújni, meg ilyen mászkálni a kötélen, ugye a földön is igazából. Nagyon ennyi a program. A vállalkozó kedvűek pecsétkönyvet kaptak, ahol a teljesített próbákat igazolták a szervezők. Ezekkel a pecsétkönyvekkel lehetett részt venni a sorsolásokon. Ne a teremben legyen a mozgás, mindenki részt vett rajta, és a gyermekeknek a belépést igen megtámogattuk, és játékos feladatok vannak mögöttünk, ugye láttuk az íjászatot, különféle ügyességi feladatok, de legnépszerűbb talán a víz melletti feladat, ahol mindenféle mókásabb dolgot kell elvégezni, nem feltétlenül csak az úszásról szól, bátorságról, vízbe merülésről, úgyhogy ezt vállaltuk. A Baranya megyei Szabadidősport Szövetség ingyenes Hiszek benned fit egészséges nemzetért tártkapus programjai is tartanak. Március 1-e és augusztus 15-e között vannak a rendezvények. Nagyon népszerűek a megyében. Tavaly több mint 1000 programot szerveztek, melyeken 15 000-en vettek részt. Pécset, Pécsváradon, Szentlőrincen, Mosgón, Kozármislenyben, Szigetváron és Bogádon zajlottak az edzések. A megyei szövetség ősszel újra megpályázza az ingyenes foglalkozásokat. Végül mutatjuk újra, miről szólt a híradó. Mindent vitt a tolvaj, egy pár gumicsizma ellopását tagadta csak a sorozatbetörő. Nem maradt fedél a fejük fölött, leégett egy családi ház Hidason. Újabb bálázógép gyulladt ki Dombóváron, aratás idején több a tűz esett. Szívférgesség, egyre több kutyát veszélyeztet a gyilkos parazita. Pénteken meleg, füllett idő várható, változó vastagságú felhőzet viszont itt-ott még megjelenhet. Szorványosan előfordulhat a zápor, zivatar, góc is. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, viszontlátásra!